Oké. Ha tisztázni akarjuk a neved, rá kell jönnünk, ki volt az a kismadár, aki elmondta a Dilinek, hogy nyitva az uszoda ajtaja. Bárki lehetett. Ott van Josh Pascal, aki fél a víztől. Rachel Keeney, aki tényleg olyan, mint egy madár. Vagy ott van Minty. Ő bármit megtenne, hogy megalázzon engem. Rossz érzés kimondani, de igaza van. Mi? Többet vagy az igazgatóval, mint bármelyik másik diák. Ahogy te is. Hé, ne rám mutogassunk. És most beszéljünk rólad. Biztos nem szóltál az igazgatónak a záról? Nem tudom elképzelni, hogy igen. Gondolkozz, haver, most! Igen, Fred, a suli úszoda ajtaja nyitva van. Tanítás után indul a medencés parti. Há? Nem, ezt nem veheted fel. Mi a csoda ütött belét? Fred ott állt egy úszódresszben. Ezután törölt az agyam minden emléket. Cooper, ez nem helyes. Mindenki azt hiszi, hogy a Dili legjobb barátja vagy, és nem tudjuk cáfolni. Nyugi, csak pár srác sútyorog a suliban. Nem erről témázik mindenki. Igaz, barátok? Gratulálok, most már egy mém vagy. Hű, kismadárnak is jó képű vagyok. Au! Oké, igazad van, ez gáz. Erre csak egy megoldás van. Össze kell balhéznod a Dilivel, hogy elhiggyék, nem vagytok barátok. Balhéznom? Nagy balhéban, amiért felfüggesztenek akkorában.